Hát ismét könyvtárban jártam, mint látjátok, megint van egy kupac könyvem, nyári szünet van, úgyhogy egy kicsit többet hoztam ki, mint amit egyébként szoktam, de úgy voltam vele, hogy tavasszal is iszonyatosan jól esett, hogy így rendszereztem, hogy mi az, amit el szeretnék olvasni, és miért, és kaptam egy nagyon nagy lendületet, úgyhogy tulajdonképpen saját magamnak készítem el ezt a videót, hogy egy kicsit összeszedjem magamat, hogy ezt a rengeteg könyvet minél gyorsabban el tudjam olvasni. Sziasztok könyvajok, ez itt a Borító Alatt csatorna, én pedig Rita vagyok. Szóval itt van egy kupac könyv a könyvtárból. Hát az a helyzet, hogy ebből a kupacból összesen a két legrövidebbet sikerült eddig elolvasnom, úgyhogy rá kell feküdnöm így a nyári szünet alatt, mert augusztus, nem is tudom meddig zárva lesz a könyvtár, még úgyhogy még van időm, bespejzoltam magamnak egy keveset. Ez az a kupac, a dűnék, Kaladan úrnője, ó beszéltem már a Kaladán hercegéről, imádom ezt az előtörténetet, és most beleolvastam így előjáróban, Úristen, megint, megint teljesen elkapott a hív, úgyhogy biztos, hogy, hogy ez, ez mindenképpen sorra fog kerülni. És akkor ezen túl még hoztam szintén előtörténeteket, a Harkonnen ház történetét, a Korinó ház történetét, illetve az Atreides ház történetét. Az Atreides ház az az, aminek már a képregényéről beszéltem, hogy abban, abban a verzióban olvastam, mert hogy újonnan nem jelenteti meg a kiadó, ami nekem nagyon nagy szívfájdalmam, mert, mert hát könyörgöm, tehát hogy biztos, hogy sokkal több minden van ebben azon túl, amit a képregény mutat, úgyhogy majd referálok róla mindenképp, mert uh, ez, ez engem nagyon-nagyon vonz a Kaládán úrnőjével együtt, most már szerintem ezt fogom kiolvasni, és utána jönnek a, az elő, történetek, ahogy, a az szerzők írják, előjáték a dűnéhez trilógia. Szóval, aj, zseni, 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 amit ők itt kitaláltak. Amivel ezer éve ezek a betűmágusa, ez egy trilógia, azt már tudom, de direkt csak az első könyvet hoztam most ki, hogy ha mégsem tetszik, akkor ott tudjam hagyni, és azt tudjam mondani, hogy jó, nem vettem el senki mástól ezt a sorozatot. Nagyon-nagyon uh, érdekes. Igazából csak főszöveget tudok mondani, de hogy ilyen uh, a könyvek világában él a főszereplőnk, szóval innentől kezdve nekem nem kellett több, és, és valószínűleg ezért fogott meg ennyire, meg hát a cím is, meg a kinézete is zseniálisan szép. Úgyhogy uh, biztos, hogy, biztos, hogy ő is sorra fog kerülni. Ez az, amit olvastam. Ulickájától a csak egy pest is. Igazából a COVID óta akarom olvasni, amikor megjelent, mert ez egy régi írása volt. De, de most jelentették meg újra, én úgy tudom, hogy így rendbe szedve, meg újra szerkesztve. Nagyon érdekes volt, nagyon durva volt olvasni ezeket a laboratóriumi körülményeket, hogy hogyan tud egy vírus kikerülni a, a felhatóság alól tulajdonképpen, és hogy hogy tud hatalmas pánikot okozni az emberekben. Úgyhogy szerintem borzasztó érdekes, és nagyon, nagyon durva, hogy, hogy mennyire komoly párhuzamot lehet vonni egyébként, bár én azt gondolom, hogy Fabian Jankának a kolera naplója, az, az, nekem jobban tetszett így ebben a formában, pedig ki gondolná, hogy egy napló az, az így jobban megfog, de, de valahogy ott, ott jobban éreztem magaménak az egész történetet. Itt ez igazából egy ilyen színdarab jelleggel van megírva, tehát hogy így folyamatosan váltakoznak a színek, elmondja, hogy mi történik, Mm, nem volt rossz, nagyon érdekes volt, tetszik Ulickájának a stílusa, nem biztos, hogy akarok majd erről kibeszélőt csinálni. Viszont amiről nagyon remélem, hogy akarok, az a galánt, Schwabtól. Most fogom majd olvasni nyáron az Edilerút, az, az, egy ilyen nagy, nagy restanciám, hogy azt elolvassam. Bogi barátnőm már nagyon régóta nyúzza a fülemet érte, úgyhogy muszáj leszek elolvasni. Már, már le is fixáltuk, hogy ez azt tuti, de gondoltam, hogy akkor a Galant is egy nagyon más történet, mint az Edilerút, de, de nagyon érdekel, hát tudjátok, hogy fentezimániás vagyok, úgyhogy Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon várom. Ez szintén egy ilyen egészen vékony sztori. Louise Laurit én az emlékekőre miatt ismerem, mint szerzőt, és nagyon szerettem az emlékekőrét, úgyhogy gondoltam, hogy így nyárra talán kevésbé fogja megülni a lelkemet egy ilyen zsidó történet. Egyértelmű szerintem a számlád meg a csillagokat, Viszont gyerekkönyv, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy gyerek oldalról hogyan fogja megmutatni nekünk ezt a kérdéskört az író. Van egy dológia, aminek a címe olyan szinten felkeltette az érdeklődésemet, hogy nem tudtam ott a könyvtárból, ráadásul magyar szerző, mesteralvók viadala. Hát, ez nagyon-nagyon jól hangzik, és hát imádom, tudjátok, éhezők viadala, örökösök viadala, szóval nyilvánvaló volt, hogy kell, hogy legyen még valami ilyen, és hát a magyarok is ráhúzzák a, a, erre a sztorira a kis részüket, úgyhogy borzasztó kíváncsi vagyok, hogy, hogy ebből mi lesz, itt mind a kettőt kihoztam, mert, mert, mert szerintem ez olyan lesz, reményeim szerint, hogy az első után rögtön akarom majd a másodikat. Aztán ezt a, a könyvelem Csabánál láttam egyébként, ezt a nyolc nyomozót, és, és ő, ő jókat mondott róla, úgyhogy egyébként nagyon kíváncsi vagyok, tök érdekes, ilyen krimi, de, de úgy krimi, hogy egy picit így jobban belemegy magába a kriminek a tematikájába. És nagyon érdekel, hogy ez, ez hogy tud megvalósulni könyvben. Ez szerintem egy ilyen gyorsan olvasható kategória lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, és, és reményeket fűzök hozzá, hogy jó lesz. Aztán végre rászántam magam, hogy bakman olvassak, vagy Beckman, nem tudom pontosan, de mivel északi a szerző, szerintem Bakman. Hát a legrövidebbet már elolvastam, a hazafelé vezető út, minden nap, minden reggel egyre hosszabb. Úristen, ilyen bonyolult címet adni egy ilyen kicsik a könyvnek, jaj, viszont iszonyatosan jól megmagyarázza a címet, és egyébként egy nagyon megható, nagyon szívszorító történet, tehát amikor a villamoson ülve olvasok és bögök, azért az egy állapot, és ezt, ezt Bakman meg tudta nekem csinálni, úgyhogy, úgyhogy nagyon várom a többit is. Ez fiús gyermek, vagy fiús anyaként, ez, ez egy egyértelmű választás volt, hogy amit a fiamnak tudnia kell a világról, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szeretne tanítani ezzel, illetve hát mi vagyunk a medvék, erről, erről ugye mivel niok közös könyv volt, egyértelmű volt, hogy, hogy, el kell jönnie velem, és még nem tudok sokat mondani, de, de nagyon várom és nagyon kíváncsi vagyok. Gárdos Péter imádom, nagyon szeretem a stílusát, de még csak két könyvet olvastam tőle, és mivel a királyi játékot nem nagyon lehet megtalálni sehol a könyvek, könyves boltok polcain, ezért a könyvtárhoz folyamodtam, és egyértelmű, hogy ez, ez biztos, hogy olyan lesz, amit, amit tuti gyorsan el fogok olvasni, mert egyrészt Gárdos úgy ír, hogy nem lehet letenni, másrészt borzasztóan kíváncsi vagyok erre a sokkos történetre, hogy mit hozott ki belőle az ő kutató munkájával, meg aztán biztos vagyok benne, hogy ez egy tuti befutó lesz ez a történet. És amit a végére hagytam, Zsuzsannával beszéltük a Lore Olympus videó alatt kapcsán, hogy, hogy Villám Tolvai és Percy Jackson történetei, és annyira felkeltetted az érdeklődésemet, hogy ki is vettem a könyvtárból, úgyhogy nézd, el fogom olvasni. Remélem, hogy ez idén nyáron még belefér. A legrosszabb esetben augusztusra szerintem meg lesz, úgyhogy majd készül biztosan belőle is kibeszélő. Ha más nem így összehasonlításként így a görög történetekkel, de, de itt van Rick Riordan könyve, úgyhogy bízom benne, hogy, hogy sikerül a nyáron még ezt is elolvasnom. Úgyhogy hát... Ha azt nézzük, hogy fél év alatt 40 könyv, tulajdonképpen miért ne férne bele két hónapba, tizen nem tudom mennyi, nem tudom, hogy gondoltam, de mindegy, megpróbálkozom vele, mindenképpen fogok hozni videókat, szerintem lesz olyan könyv, amiről lesz érdemes beszélni, mert, mert, mert szerintem nagyon jók lettek, úgyhogy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, mit olvastatok ezek közül, mi az, amit még beszerezzek majd ősszel, mert most ez így ennyi és bőven, elég így is frusztrálva érzem magam, itt oldalt pedig megtaláltok egy videót, amit meg tudtok nézni mindehez kapcsolódóan, és itt fel tudtok iratkozni a csatornára. Én olvasok tovább, tegyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!